Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrás, Én Pinker Attila vagyok, és a mai videóban arról fog beszélni, hogy az Axi Infinity játék bekerült az Apple App Store-ba. Ennek köszönhető, hogy tegnap láthattuk kicsit felmenni a gamer tokeneket, és beszélünk akkor erről egy kicsit, milyen piacokra kerül majd ki, és így tovább, és így tovább. Aztán itt van az SCC, megszokhattuk már tőlük a jó aranyköpéseket. Ezúttal úgymond a fájlkonyra köpnek, és azt mondják, hogy bizony ö, gyanús, hogy ez értékpapír kategória. A harmadik hír pedig arról szól, hogy a mai napon indul a Bitcoin konferencia Miami-ban. Ugye tavaly én is ott voltam, Idén tényleg uh, annyi minden összesűrűsödött ide tavaszra, nekem sok minden látjátok az új oldalon, minden ilyesmi, hogy nem mertem ugye ebbe az útba belevágni, de az nem azt jelenti, hogy nem mertek majd egy másik alkalommal. De a lényeg, hogy ezekről lesz szó. A mai videóban hozom majd a kérdezfelek rovatot. Sokan kérdeztetek a Ledger Recovery service kapcsolatban, tehát valószínűleg főleg az kicsit arról fog szólni. És hogyha te is szeretnél ugye naponta friss videókat kapni, kripto blokklánc témában, gazdasági összefüggéseket megvizsgálva sokszor, akkor egyszerűen iratkozz fel, nagyon egyszerű a dolgod, feliratkozó gomb, csengetjük összes. És akkor megy az értesítés, ahogy ugye felkerül egy új videó, és ha tetszik a tartalom, amelyet gyártok, akkor pedig mindenképpen nyomj egy lájkot. Na, vágjunk bele! És ha képezni akarod magad ezen a területen, a kriptó területén, akkor például az előbb látott könyv az tökéletes induló ehhez, Egyébként ezt a könyvet itt megtalálod ugye most már az új oldalon, itt fölül a könyvek fűre rámész, és akkor itt rá tudsz menni, meg tudod vásárolni. E, úgy, mint számos más dolog is itt elérhető, hiszen hogyha ide megyünk, akkor itt az új oldalon szintén e, itt van a teljesen ingyenes kurzus. Egy vadonatúj kurzus most készítettem, és pár napja elérhető, e, teljesen ingyenesen itt van a tartalomjegyzék, hogy miről szól. Emellett itt tudsz csatlakozni a Patreonhoz. Fontos, hogy ide mindig most már altcoin tartalmak fölkerülnek, oktató videók. Például most frissiben tettem fel, is hova tettem, itt van, igen, itt van. <kül> most tettem fel előbb a Ledger Recovery Service elmagyarázom című videót. Tehát ugye tegnap, mint hírforrájában beszéltem róla, de egyébként, meg tegnap egy csomó időt töltöttem ezzel, meg még ma reggel is, hogy tényleg összegyűjtsem a különböző interjúkból, a ledgertől, különböző fórumokról, hogy tényleg miről is van szó, mi történt itt, mitől kell tartani. És ugye, ami nem fér bele ez a magyarázós, oktatós rész itt a, a napi hírekbe, ezt mindig föl tudom tenni a Patreonra, és tudjátok, VIP vagy platina tagsággal az összes videó fönt megtekinthető. Tehát itt ez egy közel fél órás magyarázó videót csináltam részletesen, miért csinálták, mit csináltak, hogyan működik, hogyan ö, tudod ö, igényelni, hogyan nem, hogyha nem szeretnéd, hogy teljesen kimaradjál belőle, és így tovább, és így tovább. Tehát minden részletes dolgot megtalálsz, ugye az oktató videók a Patreonban vannak akkor fent. És... Ö Nézzük meg akkor a piacot, hogy hogy néz ki. Ja, és akkor ne felejtsük el közben, hogy ma van ugye a Patreon találkozó, vasárnap évfélig lehetett leadni a jelentkezést, és a több mint ötvenen leszünk ismételten, tehát egy nagyon klassz kis csapat leszünk, amíg teltház van ott az étteremben, ahol ezt meg szoktam rendezni. Most BCB születésnapot ünneplünk, tehát lesz minden klassz dolog, van csomó nyeremény is, most új nyeremények vannak, hogy mi az egyen meglepetés akkor a Patreon tagoknak, de jó páran fogtok nyerni kriptos dolgokat majd. Mindenképpen is nem feltétlenül BCB-s kriptos dolgokról beszélek itt. Na jó, akkor nézzük meg, hogy is néz ki a piacnak kattintsunk ide. Nézzük, meg, hogy bitcoin 2%-ot ment fel az elmúlt 24 órában, 27.358. Tehát igazából helybe járunk. Kicsit fel, picit le. Ethereum 148 1825 dolláron. Ha megnézzük a nyerteseket, a render token vezet 20%-kal, aztán Synthetix 9 a követi, és a Mask Network pedig kb. 8%-ot ment fel az elmúlt 24 órában. A vesztesek között akkorák nincsenek. Most lehet látni egyébként, hogy a tegnapi nyertesek, mint például az X-Infinity, vagy éppen a DC és még egy páran engine coin. Tehát a gamer coinok, -ok, amiről most mindjárt az első hír szólni fog, most egy kicsit korrigálnak a tegnapi lendületből. Ha megnézzük itt a gyertycsártot, akkor igazából nem változik semmi az utóbbi napokban. Egy picit itt elkezdtünk nagyon fokozatosan fölfelé menni, de nincs túl nagy lendület, természetesen. Ugye ez a csökkenő ég alakzat, amit kezd kialakulni, az, az, az lehet mindenképpen bikás. Ugye itt van ez a, a bizonyos fej és ami lehet, hogy nem fog teljesülni, kérdője, de lehet, hogy teljesülni fog, a, amennyiben ezt a 29.000-28.000 körüli, tehát bocsánat, 29 30 000, tehát ezt a szint fölé megyünk, akkor, akkor az, akkor törölli ezt a, 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 projektet, de egyenlőre most még, miért nem alakult ki egyértelmű, egyértelmű a trend, itt eddig ez a, 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 trend volna szépen megfogta, valamint ez a, a támaszpont itt a 27.000 környéki támaszpont. Na, majd figyeljük természetesen továbbra is. Jó! Jön az első hír, az első hír pedig akkor arról hogy az x Infinity játék bekerül az App Store-ba. Hol? Miként? Beszéljünk róla. Azt tudjuk jól, hogy maga a gaming ipar egy hatalmas nagy, hatalmas nagy terület, és tényleg rengeteg-rengeteg pénz van benne. Ezért nem utolsó, hogy a kriptós játékokkal is, hogy lesz, hogyan fogja befogadni ugye a, a, a hagyományos, egyik úgy, hagyományos, ugye gaming ipar, az e-sport, minden ugye a, a, a kriptós játékokat. Mindenképpen hogy ezt előre vigyük mainstream tegyük. De nagyon fontos, hogy sok helyen legyenek elérhetőek olyan népszerű platformokon, amit nagyon sokan használnak. És ugye erre lett nagy hír most ugye a tegnapi nap folyamán, amikor is az X Infinity felkerült az App Store-ba. Méghozzá a kulcsfontosságú piacokon, melyik piacokról beszélünk itt, tehát az App Store-ban ott van ugye Latin-Amerikában, Ázsiában, olyan országokban, mint Argentina, Kolumbia, Peru, Mexiko, Venezuela, Indonézia, Malajzia, Vietnám. És ugye jelen pillanatban másfél millió ö, installáció van a különböző ö, platformokon, és tovább terjeszkednek globálisan a Google és az Apple mobil lokon keresztül, hiszen ugye már korábban ugye a Sky Mavis, ö, ami egyébként a kreátora, a megalakítója ennek a x NFT történetnek, ezt ő már korábban ö, kikerült, hol is való írta itt a cikkben, hogy ö, google Google Play-be. Jó, most itt nem találom, de előbb nekem még meg volt. Oké, okay, mindegy. A lényeg az, hogy azért az X Infinity az egy, az egy eléggé népszerű játék lett. Aztán nyilván minden kriptós játék nagyon durván lecsengett, de, de, azért, de azért sokan emlékszünk rá még az előző Bika piacból, hogy mekkora ment, miket lehetett vele játszani, akik játszottak vele. És maga ez, hogy ezek a kriptós játékok kikerülnek a a, 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 a olyan platformokra, ami sokkal mainstreamebb, ebb az, az mindenképpen jó hír lehet annak érdekében, hogy jobban tudjanak terjedni. Ennek köszönhető, itt láthatjátok, hogy a tegnapi nap folyamán itt egyszerűen fölugrott, itt jöttünk föl, nem tudom én, 6,8-ról, nem tudom, eddig mentünk, majdnem, majdnem, majdnem 8 nem egészen, majdnem 8 dollárig. Tehát ez volt, és emellett láttuk akkor, hogy mit tudom én, a, a kriptójáték, engine coin, mint ahogy láttuk most éppen korrigál, de ott volt például a a ok Decentraland Sandbox, egyébként a Decentraland is most egy teljesen kihalt dolog, de nyilván ilyenkor a Hype-ban minden ehhez kapcsolható dolog egy kicsit megindul de azért ez egy nagyon rövid történet volt. Inkább csak azért fontos megemlíteni, mert ezek azok a kulcsmomentumok, amik elindíthatják. Tehát azért tényleg itt a Web3 világa, a kriptójátékok világa, az nft világa hogyan kapcsolódik be azokba a mainstream felületekbe, amit ugye mi, vagy az átlagember is ugye előszeretetten napi szinten használunk, és ugye oda el eléjük téve, akkor már sokkal könnyebben ismerkednek vele, és próbálják ki akár meg ez a fajta kapcsolódás is. Szóval X-Infinity fölkerült az App Store-ba, még ugye nem mindenhol, de az előfelsorolt országokban, és terjesztik tovább, de tudjuk hogy az X-Infinity-vel pláne ezekben az országban játszottak, tehát ezért gondolják azt, hogy ez kulcsfontosságú piac, legalábbis a cikk szerint így írta. Na jó, jöjjön a következő hír, ami pedig az SCC új figyelmeztetéséről szól, ez pedig nem más, hogy a Filecoin az szerintük lehet, hogy Security, az az értékpapír kategória. Hát az SEC csak nem tud leállni, továbbra is vizsgáló, de igaz, hogy még kristálytiszta szabályzás nem alakult ki, de szeretik ezeket a vagdolózásokat csinálni, hogy te ez security vagy, te is security vagy, meg egyébként ott te is. Na hát ugye vannak, akik bele tudnak állni, látjuk, hogy az XRP az már rendesen túlja a dolgot, és hát több száz milliónál járnak már szerintem a, 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 az ügyvédi költségek, mindkét oldal részéről, de, de legalább az XRP-nök ugye van pénze ehhez, Na, most pedig itt van, hogy a filecoin ugye vette célkeresztbe, méghozzá a Grayscale-en keresztül. Miért? Mert a Grayscale csinált egy ilyen Filecoin Trust terméket, és ugye arra szólította föl őket az SEC, hogy bizony a Filecoin az a, a security kategóriánk, tehát értékpapírnak felel meg, ezért ezt az applikációt mindenképpen vonják vissza. És akkor állítólag a Grayscale kapott erről egy levelet az SEC-től május 16-án, amivel nem feltétlen értenek egyet, és azért azt mondták, hogy válaszolnak mindenképpen, elmagyarázzák azt az SEC-nek, hogy ők miért gondolják azt, hogy a Filecoin az nem security, de azt is hozzátették, hogy nem tudják, hogy ezek a gondolatok, ugye érvelések, meghallgatást ugye nyernek az SEC részéről, és ugye beletörődnek, tehát azt is elmondták, hogy könnyen az is előfordulhat, hogy egyszerűen törölniük kell ezt a bizonyos, jó volt a neve? Filecoin Trust productot ugye terméket. Ugye még onnan nem most indult ez, 2021. március 17-én indították el, nem egyedül, hanem ott volt például a Chainlink és a Decentral ennek is a, a, termékével együtt, de most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy itt kekeckedik az SCC a Filecoin-nal kapcsolatban tényleg jót fog tenni, hogy előbb-utóbb a szabályzások. Már tényleg kicsit belefárad az ember, hogy mindig újabb és újabb SCC válaszkodást hoz itt a hírekbe. De hát ez van, ez történik a piacon, jó ezzel tisztában lenni, melyik projekt hogyan érintett. Szerintem az általában sokszor befolyásolja az árát is, de aztán majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy mi lesz ebből, hova fejlődik. Előbb-utóbb, előbb-utóbb kitisztulnak itt a dolgok, csak lehet, hogy nem előbb, hanem utóbb ki tudja, hogy hogy halad ebben az USA. Na jó, és most pedig jöjjön akkor a harmadik hír, a harmadik hír pedig nem szól másról, mint arról, hogy a mai napon indul Miami-ban a legnagyobb ilyen kriptós bitcoin esemény a világon. Ez pedig nem más, mint a Bitcoin konferencia 2023. Erről beszéljünk akkor egy kicsit. Ha emlékeztek, akik már régebb óta nézik a csatornát, tehát tették ezt tavaly ilyenkor is, akkor tavaly én is kimentem a konferenciára, mert szerintem egy, egy nagyon klassz kezdeményezés, mint ha rámegyek, nézzétek, itt ez is, ezek a képek ott készültek, ott találkoztam is Michael saylor meg mondjuk Munnal nem merült vele Párizsban. De a lényeg az, hogy, hogy ott még ott volt, mindjárt jön a, a képen, amikor bitboy is találkoztam, ugye vele is tudtam egy interjút csinálni, és tényleg számos olyan meghatározó emberrel, aki akit tényleg számít a, a kriptó piacban. Azért ezt tudni kell, hogy ez nem egy altcoin konferencia, tehát abszolút itt van, tehát itt van Billboy, ez is ott volt a, a, a helyszínen. Szóval, a Lényeg az, hogy a mai napon indult, 18-ától, és ö, egyébként, ugye itt vannak, ugye ott mindig elég neves emberek állnak a színpadon, akik sokszor Európában nem jönnek el. Tehát tudom, hogy megrendezték ezt a konferenciát, ennek az európai változatát is a tavalyi évben Amsterdamban, de azért az nem volt ugyanaz, ö, nem volt ott Michael Saylor, nem voltak ott még sokan mások, akik ö, ugyan nagy húzó nevek a. a, a szakmában. Mégis hát ők ott vannak Amerikában, most itt lesz például a beszédet tart, vagy mond, Robert F. Kennedy Jr. is ugye, aki új elnök jelöltként lehet esélyes majd meglátjuk, igazából nem vetettem bele magamat, hogy milyen esélyekkel indul, a neve az mindenképpen egy jó dolog, ha, ha, ha az amerikai elnökválasztásra kerül a sor, de a lényeg az, hogy abszolút mondjuk kriptó de itt volt tavaly, ott van Cynthia Lumis Loomis szenátor is ott volt, ugye is tudjuk, hogy sokszor kampányol a kriptó mellett, itt van emberünk Patrick McHenry, aki múltkor megszorongatta Gary Genslert a kongresszus részéről, és így tovább, és így tovább, hogy tényleg tök jó nagy nevek vannak benne. És hogyha szeretnéd ezt figyelemmel követni, mert én is fogok ebből csemegézni, akkor egyszerűen menj fel a YouTube csatornájukra, ez a Bitcoin magazinnak a YouTube csatornája, és a tavalyi év folyamán is volt egy csomó ugye ilyen felvét, felvétel, amit ott készítettek, a legnézettebb videó között például itt van a Michael Saylornak és Katie Woodnak a, a beszélgetése ezt emlékszem, hogy pár méterre voltam ott tőlük, és én is onnan ö, vettem fel ebből részeket, hogy bele tudjam vágni a videóba. De hát most idén úgy alakult a dolog, hogy itt, tehát a, a, ez a, a Patreonos dolognak, az altcoin az indítása, a honlapnak az elkészítése, van egy másik projekt, amint dolgozom, ami majd össze fog napvilágot látni. Tehát több mindent csinálok egyszerre, ugye mindig, ötlet van bőven, és egyszerűen annyi dolgom volt, hogy most nem láttam. Nem láttam, hogy ez hogyan fog beleférni nekem, bár nagyon szívesen kimentem volna, mert, mert nagyon jó volt, most nincs akkora hype ugye a kriptó körül, mint a, 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 abban az évben, amikor még kint voltam, tehát akár, akár tavalyi év folyamán is, de ugye még előtte ugye 21-ben, de az biztos, hogy hogy nagyon klassz ilyenkor kint lenni, mert ott tényleg tavaly is 25 ezer ember volt összesen, és most is azt mondják, hogy tizen kevesebben lesznek valószínű most az idei évben, értetően a piacból kifolyólag, de több mint 2000 cég kint van, és, 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 nagyon, nagyon érdekes. Nem olcsók egyébként a, a jegyek a konferenciára, tehát a legalacsonyabb is, ugye ilyen nagyjából 340 ezer forint. <coughs> és akkor itt van az Industry Pass, az 2000 valamennyi, és hát ha azt összed, akkor több mint 3,5 millió forint ez a, a, Vail Pass, amivel ugye különböző helyekre ugye be tudsz oda jutni. De, de valakinek, valakinek mindenképpen az is megéri át ki, mit választ. Én azért úgy gondolom, hogy jó, lehet, hogy ezzel az általánosan nem lehetett ott lenni mondom, a zenei fesztiválon, amin voltunk, vagy, vagy lehet, hogy ez a pont ott lehetett lenni. Ugye voltam a nulladik napon is lehetett, de azért, mert hogy én mind, mint újságíró mentem Magyarországot képviselve a konferenciára és onnan közvetíteni. Ugye ez volt az én megállapodásom magával a konferenciával. Szóval én a dolgozni mentem, ha úgy tetszik. Nem, 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 vettem jegyet nekem, ilyenkor akkor adták ezt a paszt, és ugye az a passzal lehet, hogy mindenhova bemenni, onnan akkor lehet ugye interjúkat készíteni különböző emberekkel, és így tovább, és így tovább. Na, szóval ez most van, kicsit azért én is úgy vagyok vele, hogy amikor ez így azért, azért, azért jó feeling volt, de ö, azt, nem azt mondom, hogy jövőre vagy utána ö, szerintem ö, idővel én is majd visszatérek, mert, 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 mert tényleg egy klassz élmény volt. És azért gondoljatok bele, hogy ahol, ahol tényleg a, az, a, az a lüktetés megvan, az az energia itt, azért tényleg ez a sok ember mind ebbe az irányba gondolkozik. Tehát itthon, úgy kell az embereknek magyarázni, hogy te mit csinálsz, és egyébként is hülyének vagy néző, hogy a kriptóval foglalkozol. És akkor vagyunk mi itt egy kis közösség, erre tök jó a Patreon közösség, ahol tényleg személyesen is találkozunk, ezek például hogy a mai találkozó. De a lényeg az, hogy egyébként meg baromi nehéz dolgod van, hogyha valamiért te fantáziát látsz a kriptóban. Ott meg senkinek nem kellett úgy megmagyarázni, és nem egy ilyen pár száz ember jött el, hanem tényleg jó pár ezer ember együtt. Szóval, na, Élményként, élményként mindenképpen klassz, aki ezt megteheti, hogy, hogy ezen valamikor részt vesz, annak annak egyébként ajánlani tudom. Nem vagyok támogatva általuk, vagy valami ilyesmi, szó nincs erről, hanem tényleg úgy, mint amikor nem tudom, magyar rendezvény, ugye hát a magyar rendezvény például az a BD. Tehát, hogy ezek a rendezvények, akkor azért is számoltam be erről tavaly a Bitcoin konferenciára, amikor kimentem, mert úgy gondoltam, hogy olyan esemény, ami, amire érdemes felhívni a figyelmet, sok fontos dolog történik ott, és nem azért, mert hogy mit tudom én, támogatják az embert, hogy nem, semmit nem kapok ezért, hanem, hanem, hanem igazából csak szeretném ezekre a fő dolgokra felhívni a figyelmet, ahonnan mindannyian tudunk tanulni, mindannyian tudunk erőt meríteni, és így tovább, és így tovább. Na jó, most pedig akkor jöjjön a fellek rovat. És ugye a kérdez felelt úgy tudsz írni, hogy mindig az aktuális videó alá írsz. Én onnan szemezgetek. Ha nekem személyesen szeretnéd írni, akkor pedig tedd meg, légy szíves, hogy a Patreonban bármelyik tagsággal, és ott akkor tényleg 24 órán belül válaszolok neked. Egyébként pedig, a, a amire a munkatársaim válaszolnak, az pedig a, a Blockchain Bloom oldalán, a blockchainbloom.com-on a kapcsolat menüben tudsz, hogyha mondjuk eladásra akarsz fölkérni, vagy éppen konzultációt szeretnél, vagy egyéb kérdésed van. Nem feltétlenül direkt így nekem, de ami fontos, az ugye továbbítva lesz akkor hozzám. Na, a tegnapi nap folyamán, ugye, nálunk is felrobbant ez a leggerrel kapcsolatos téma, és igazából az egész kérdezfelelkrólat, én most ki sem emeltem dolgokat nagyon, mert mind-mind-mind erre irányul, van ugye, aki teljesen szeptikusan nézi a dolgot, és itt a világvége hangulat már, hogy akkor a ledgerrel kapcsolatban, valaki olyan, aki akár IT szakértői szemmel próbálja ugye megmagyarázni, valaki úgy gondolja, hogy, hogy ez sok hű hogy semmi, ami történik, de igazából semmi nem változik. Tehát nagyon sokféle vélemény van itt. Elolvashatjátok például ezeket. Érdemes, mert például itt van Mós Péter, aki szoftvert fejlesztőként szólt hozzá dolghoz, tehát nyilván én sem vagyok állít is. Tehát ő egy kicsit lehet, hogy akkor jobban lát bizonyos dolgokra, de tök jó kommentek is születtek itt lényegében. Ugye én most szeretnék egy pár szót azért erről szólni. De akit ez egész kifejtve érdekel, ahhoz minden oktató videót, mint ahogy mondtam a videó elején is, itt van ma reggel, tényleg tegnap ezzel töltöttem a keresgélés, ma reggel, hogy összegyűjtsem azokat a fontos videókat, és ide a Patreonba föltegyem, hogy elmagyarázzam ennek a Ledger Recovery Service-nek a miértjeit, a kockázatait, és így tovább, és így tovább. Tehát mindig ezeket az oktató -e videókat oda tudom fölmenni ide, a hírek férnek el ugye főleg. Tehát mindegy, a VIP platina tagok már nézhetik is, tehát ott van akkor fent. De akkor nézzük meg egy kicsit, tehát azért azt azért tisztázunk most így egy nap elteltével, és hogy tényleg egy csomó információt ugye magamba szívtam, hogy azért azt tudjuk, hogy persze ott végigmegyek az ellenzésem, és azt nem is tudom még egyszer összeszedni azt a sok gondolatot, de a lényeg az, hogy nem vagy rákényszerítve, hogy ezt használtad. Nem az történt, hogy innentől kezdve ez a frissítés van és ha tetszik, ha nem, neked ezt használod kell. Nem, nem kell használod, csak akkor fogod használni, ha szeretnél vele élni. Nem lesz, hogy véletlenül rányomsz, mert hogy föl kell rá ugye rendesen, tehát regisztrálni kell, tehát a ledgerrel jóvá kell hagynod ezeket a dolgokat. Hogyha belegondolsz, mert sokan attól félnek, hogy jó, jó de hát ez ben van a szoftverben. Hogyha egy korrekt cégről beszélünk, akkor ő fölvállalja, hogy innentől kezdve nem tudom én miket csinálnak, milyen elérhető, ugye <kül> most belemeltünk ennek a titkosításnak és a három rész elosztásnak a, a, a bugyraiva is. De itt a lényeg arról szól, hogy ha, ha, akartak volna, akkor különböző fejlesztéseket elvégeznek a háttérben, és igazából nem szólnak erről egy szót sem, mert hogy, hogy amiről nem tudsz úgymond, az nem fáj. Az emberek eddig ugye abban a hitben éltek nagyon sokan, hogy maga a, a ledger, az úgy van, egy ilyen csodadoboz, ö, senki nem jó hozzá, és onnantól kezdve ez a, ez a hardware-es hardware tárca ö, megoldja az egészet, és, és soha nem kerül ki így a, a kulcs. És ez, ez így is van bizonyos értelemben, de azért bizonyos tényezőkről sokan megfeledkeznek. Például először arról, hogy ez nem egy csodadoboz, hanem ez egy cég, ami mögött emberek vannak a fejlesztők is emberek, aki a programot, a kódokat írják. Tehát, hogy folyamatos fejlesztések vannak. A másik, hogy a biztonsági résznek nem csak a hardware, hanem a szoftver is a része, és az, hogy mindig követni tudja az aktuális biztonsági kritériumokat, eddig is folyamatosan frissítetted a különböző firmberekkel. Tehát, ezt lehet látni, hogy nem egyszer létrehoztak valamit, és akkor az úgy van, hanem ahhoz, hogy biztonságos legyen, naprakész legyen, azért folyamatosan frissíteni kell. Tehát ergo, ö, ilyen szempontból az embereknek ugye az volt a fura, hogy hogy hogy, hogy ebbe be lehet nyúlni, nyúlni szoftveresen. Hát igen, mert ugye fejleszte van ez az egész dolog. Ö, ennek ellenére továbbra is megmaradt ugyanaz a, a, a biztonsági szint, mint eddig. De, és azt, ezt nagyon fontos ugye helyre rakni, hogy azért ez egy Cég. Tehát euh, emberek vannak mögötte. Te, aki egy cégnek a termékét megvásárolod, te bizalmat szavazol nekik. Tehát ezt nem a ufók hozták létre, és soha nem lehetett találkozni a, 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 a vezetőjével. Lásd, bitcoin, hogy ott van, hogy kiszatosin a kérdőjel, hanem, hanem ez egy cég, ami egyébként a fejlesztésére és számon is ki lehet kérni. Tehát euh, a lényeg az, hogy, hogy ha eldöntötted, ezt használod, akkor ilyen szempontból a fejlesztőknek, akik ezt csinálják, nyilván bizonyos értelemben bizalmat szavaztál, hiszen ha belegondolsz, a kütyűjük generálja ezt a 24 szavas recovery phrase-t. Hogyha alapból nem bízol a cégben, akkor alapból az a föltevésed, hogy aha, és akkor az a 24 szavas recovery, ugye visszaállító úgy, akkor lehet, hogy már rögtön ugye ott van náluk. Tehát ha innen nézzük a dolgot, akkor megette a fene, az ember úgyse vásárol, akkor Ledgert. Ha azt nézem meg, hogy mi történt az elmúlt években, hát ugye nagyon sokat fejlődött ez a cég is, de a három éve van a blockchain bloom. Három év alatt nem kaptam olyan levelet, ami önhibánt kívül, tehát hogyha valamire volt olyan, hogy rányomott valaki, és akkor elment, de, de egyébként úgy, hogy, hogy, hogy meghekelték a rendszerét, és a Ledgert, és elvitték a kriptóját, Ilyen, nem találkoztam, pedig tudom, hogy nagyon sokan vásároltak Ledger készüléket. Voltak egyéb dolgok, mit tudom, hogy bedöglött a Ledger, nem akart újraindulni. Van, van, nyilván, technikai kütyű. De olyan leveleket, hogy a Metamaskról <coughs> eltűnt a kriptom, hogy egy hot walletről, hogy egy váltón ragadt, nem tudom, létező váltóról nem tudom kiutani, mert nem tudom egyszerűen a jóváhagyásokat megcsinálni, és annélkül nem jutok hozzá ezek a különböző verifikációkat, amiket kérnek, és nem megy át a dolog, vagy megszűnt a váltó, lásd ugye, akár az FTX és társai. Ilyenről már nagyon sokat hallottam. Tehát jelen pillanatban, hogy szumázni akarom a dolgot, akkor ha egy hardware tárcán tartottam, lásd Ledger, ezzel kapcsolatban nem nagyon hallottam panaszt. Akik Hot Walletben, Metamaskban válton tartották, nagyon sok panaszt hallottam az elmúlt három évben. Szóval, hogyha ezt a mérleget nézem, akkor magasan vezet. Ha azt nézzük meg, hogy mindig így szoktam fogalmazni, és ez nagyon tudatos a részemről, hogy a tudomány mostani állása szerint, és ezt nektek is mindig figyelembe kell venni, tehát okkal mondom azt, amikor nem ad az ember befektetés a tanácsadást, mert egyébként az fontos, hogy bármit döntesz a kriptóban, az mindig a te felelősséged lesz, vagy ne kriptozzál, nagyon egyszerű az egész. A, az, hogy hogyan tárolod a kriptódat valaki, váltón tárolja, valaki hot walletben, valaki hardware walletben, abból is van, mindig elmondom több, nem csak a Ledger, ott van a Trezor, ott van a SafePal, ott van más formában a Ballet wallet, ezekről direkt figyelek arra, hogy diversifikálva legyenek ezek is, nem csak egyről beszél az ember, ők a legnagyobbak, kész ennyi, tehát mondjuk ezzel nem tudok igazából mit kezdeni ezen a piacon, és nagyon nehéz ezen a piacon hogy bizalmat kiépíteni. Lásd, nekik, akik egyébként már bizonyos értelemben sikerült, bár ott volt az a hackerésük még annó 2020-ban, már mint hogy a emberek e-mail címe, több mint tízer ember e-mail címe, ügyfél e-mail címe került ki, és ugye jöttek ugye a halász e utána, de a kriptó mondjuk nem sérült. Na ezzel együtt, hogy egy ilyen fejlesztést hoznak, látod, hogy hogy megint a, a bizalom, és pedig ők a legnagyobbak. Szóval, hát igazából ezt így át is a nagy képernyőre. Szóval, a lényeg az, hogy azt kell tudni eldönteni, hogy nincsen semmi, nincs tökéletes. Nem tudom, hogy mi lesz öt év múlva, nem tudom, hogy mi lesz itt lesznek a kvantumkomputerek, számítógépek, és itt tovább, és itt tovább van kérdője, a kriptóban alapban van kockázat, mint befektetésileg, ott van a különböző altokkal, nem tudjuk, mi lesz. A bitcoin jövőjét se tudod százszerzadékra annak ellenére, hogy benne vagy bízol benne valamilyen szinten. Tehát reggel felkezd, indulj inkább, reggel felkelsz, elmész, és nem abban elmész dolgozni, és nem abban gondolkozol, hogy történhet velem esetleg valami. Valakinek az a nap, most ezt film fog hangzani, de, de az utolsó napja éppenséggel. De nem itt tervezte a reggelét, mert ugye váratlan dolgok történnek. Tehát olyan, hogy tuti ezer százalék garancia, semmire nincs igazából az élet. szokták mondani, hogy a biztos a halál, meg az adók, ugye, és akkor innen a semmi más. De ne úgy gondoljunk a ledgerre, hogy ez egy ilyen megfoghatatlan, misztikus, ö, küv, ö, nem tudom én, valami, amivel egyszerűen biztos, hogy tökéletesen kell így működnie emberek által kreált kütyűről van szó, ugye itt is, és ha belegondolunk, a centralizált rendszerre van ceo -ja, és itt tovább. Ez egy cég, és egyébként egy biznisz modelljük van. <coughs> az ő érvük egyébként a fejlesztés mellett nem más, mint az, hogy Nagyon sokan ugye jelezték feléjük, hogy, hogy elhagyják ezt a visszaállító kulcsot, nem jó ez a tárolási módja, hogy, hogy ők feleljenek érte csak, és, és Igazából azt a piaci szegmens szeretnék elkapni, hogy hogyan tudják a kriptót mainstream-ebbé tenni. Arra már rájöttek, hogy maga a hot walletek, maguk a váltok ezek sokkal kockázatosabbak, és úgy gondolták, hogy ha ezt a szolgáltatást bevezetik, akkor egy csomó más ember, aki lehet, hogy így, így lép ebbe az irányba, és azt mondja, hogy jó, akkor legyen ledger, ezzel a funkcióval, ami nyilván jóval, jóval, jóval biztonságosabb, mint ugye egy metamask vagy, vagy bármi és gondoljuk meg ezt a háromféle osztást, titkosítást, és itt tovább. De nagyon fontos, hogy nem kell ezzel a lehetőséggel élned. És ugye volt, aki azt mondta, hogy jó, 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 de ott most már be van építve ez a, a, a ugye a szoftverbe. De hát a Ledger eddig is úgy működött, hogy amit jóvá hagytál, nem tudtad, hogy mi van beépítve, mert egyikünk se látja. Kiírják, hogy ezek a frissítések, jó, azok a frissítések, elfogadjuk, go. Utána tudtál nézni, hogy tényleg nem volt-e más, nyitottak -e egy ajtót? Nem, ez a bizalomra lépül. Viszont, hogyha valamit jóváhagysz, akkor az történik meg. Tehát attól még, hogy te nem veszel mondjuk kárdánót, nem tárolsz a Ledgeren kárdánót, attól még a szoftver tartalmazza a kárdánónak az applikációjára való lehetőséget, hogy ezt le tud tölteni a Ledger kütyüdre, a Ledger Live-ra, és utána tudja magadnak kiutalni oda kárdánót, meg onnan majd tovább továbbutalni is. De csak akkor, ha te ezt letöltöd, tehát rámész, letöltés, és jóváhagyás. A tranzakció elküldése, akkor össze-vissza mindenki levehetni a kriptodat róla, hogyha ugye ez nem számítana, mert csak akkor, ha jóváhagysz dolgokat, akkor történnek meg rajta. Eddig legalábbis mindig így volt. Szóval ez is olyan, ha te nem választod ezt a szolgáltatást, nem fizetsz elő, nem azonosítod be magad valami id kell hozzá, meg mit tudom én mi, hogy ez meglegyen akkor nem fogadtad el, nem történik meg. Működsz tovább, ahogy eddig is. Tehát szerintem az az érv, hogy na, akkor most fölkerült, és innentől kezdve megvannak a kapuk. Ha ettől félünk, akkor úgy gondolunk a Ledgerre, hogy egy nem megbízható cég. Ha nem megbízható cég, akkor nem vesszük meg a termékeit, és innentől kezdve azt mondjuk, hogy jó, akkor, akkor, akkor nem használom. Mert azért a többségünk nem, nem tudom, szoftverfejlesztő és, és társai, hogy, hogy, hogy ezekbe a dolgokba. Nem egy open source, ugye egy nyílt forráskódú dologról van szó, az érvük az mellette, hogy egyszerűen itt a biztonsági dolgok nem teszik lehetővé, hogy ezt, tehát őket is kötik a szerződések, hogy ezt ugye nyílt forráskódúvá tegyék, ez van. De, de a lényeg az, hogy hogy nem tudsz igazából ennél többet tenni. Tehát mindig megnézed, úgy, amikor kockázatremzés van. A bitcoinban van a legkisebb kockázat, mint kriptovalutában. A kriptóban van kockázat, talán abban van a legkisebb, és ugye egyre kisebb altban minél nagyobb a kockázat. Erre is úgy gondolok én, hogy a nagy hardware wallet gyártókban van a legkisebb kockázat tárolásnál, van kockázat, de legkisebb kockázat, és a kisebb hot kisebb váltóknál, és itt olyan soroltam, nagyobb kockázat de ez egy kockázatos terület. És ezt el kell fogadni, hogy ez így működik, nem tudsz vele ilyen szempontból mit csinálni. És azért mindig hangsúlyozom, hogy a tudomány mostani állása szerint, hogy mindenki legyen tisztában, hogy a mostaniak a legbiztonságosabb. Tökéletes? Biztos, hogy nem. Emberek alkották? Igen. Tehát hogy nyilván van, lehetnek részek a, a, a pajzson, de hogy mi, hogy, merre, meddig, ez majd ugye a jövőben kiderül. Ha lesz ennél jobb, lesz másabb, lesz olyan, akkor lépünk. Én is azt fogom csinálni, hogy ú, ez valamiért már nem találtam egy jobb megoldást, nyilván el fogom nektek mondani. Semmi nem kötelező, mindig csak itt ebben a csatornán elmondom a híreket, hogy ezek az új dolgok, amik történnek, ez a amerre én megyek, vagy éppen a Patreonban, hogy ezeket az altokat vásárolom például, de ez nem azt jelenti, hogy akkor neked ezt kell tenned, hanem én utána erre a dolgoknak is, és meghozom ezeket a döntéseket. Ha egyet értesz vele, akkor azt mondod, jó, köszönöm az infót, á, ez jó, hogy a figyelmet, nekem is tetszik, oké, okay. én döntésem, én is jövök, vagy á, nem, 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 nem. hát figyelj, én nem értek veled egyet. Tök jó, ez a lényege, vitatkozunk, beszéljünk róla, talált ki, a lényeg az, hogy bármilyen döntést hozol, tud vállalni a felelősséget. Szóval, itt a leggerné is igazából ennyi történik, azért nem mentem most végig egyesével, mert föl lehetett volna itt <kül> olvasni. De hogy tegnap megfáztam egy kicsit. Öm, szóval föl lehetne ezeket mind olvasni, de, de igazából ezeket a dolgokat boncolgatjátok, ezeket kérdezitek. Ez a konklúziója, de akit érdekel a részletes videó és Patreon-tag, az ajánlom, hogy nézze meg szerintem de próbáltam ide is hozni, mert azért mindig igyekszem, hogy tudjátok, tehát azért nagyon-nagyon sok tartalmat gyártok ide a YouTube-ra, minden nap több videókat, tényleg most már három éve, tehát fontos nekem, hogy sok-sok info legyen mindenki számára elérhetően. Tehát azért ezért hoztam ezt a gondolatsort a végére, hogy betegintést adjak egy pár-pár információra, ami kulcsfontosságú információk szerintem. Na jó, köszönöm szépen akkor a figyelmet. Ne felejtsétek, hogy ha tetszik a tartalma, hogy gyártok szeretnétek napra készek lenni kriptoblokklánc világában, nem kell más tenned, mint erre a csatornára. Ez egy teljesen ingyenes, minden nap elfogyasztható tartalom. Hogyha neked tetszik, ahogy ezeket én tárolom, én csinálom, akkor feliratkozz és nézed. Ha nem, akkor annyi lehetőség van, akkor pedig azokon vagy. Tehát ez a tök jó, hogy mindenki azt a felületet választja, ami számára érdekes, ami számára szimpatikus. Viszont, hogyha tetszik és szereted azt fogyasztani, akkor meg jöhet a like, mert ez egy visszajelzés nekem, hogy oké, okay, tök jó dolog. Neked bejött, és akkor én megjövök a következő videóval. Este pedig találkozunk a Patreon tagokkal, a hatodik Patreon találkozó a legutolsó itt a nyár előtt. Azt már nagyon várom, és ezt a szülinapi budit veletek pedig itt a következő videóban, aki ott nem lesz. Sziasztok!